Nos, jó napot, szervusztok, a következőkben igyekszem az elmúlt mintegy két évtized festészetének magyarországi jelenségei nyomába eredve vizsgálódni, csupa tényeket szeretnék majd felvonultatni, sőt banálisan unalmas dolgokat igazából. És azt gondolom, hogy az elmúlt időszak festészeti eseményei vagy történései, változásai a szintén belsejéből nézve viszonylag jól érzékelhetőek. Más szóval azt is mondhatnám, hogy a művészet vagy festészet közelmúltjának néhány fontos nemzetközi jelensége és magyar eseménye mentén kalandozva olyan csomópontokhoz szeretném majd eljutni, amelyek a festészetet, mint állandó változást, mint véget érni nem tudó permanens meghaladás tradícióját fogják majd értelmezni, reményeink szerint. Illetve hozzátettük a maradt még valami festanyvaló címet, táblakép festészet a technológiai konvergencia és a globalizáció korszakában, akkor elég nyilvánvaló volt, hogy többen bekukucskálnak ezen az ablakon. Ezen az ablakon ugye, ami egy reneszánsz kép, egy fenestra aperta, a világra nyitott ablakként értelmezi a képet, aminek a kávája mögül teoretikusok, ugye, mint Walter, Walter Benjamin, aztán a Virilio és Anne Friedberg nevű teoretikus néznek be, akik mind-mind a konvergenciával, a technikai sokszorosíthatósággal, ezeknek a hagyományos művészeti műfajokra és médiumokra gyakorolt hatásával foglalkoznak, és amelyek azt gondolom, hogy elengedhetetlenek ahhoz, hogy korszakunkban diskuráljunk a festészetről. Ezek azok a fogalmak, amelyekre próbálnám építeni a következőket. Tradíció, kulturális gyakorlatok, recepció, esztétika, szüzsé, tromb, szervó és más változásokon keresztül egyfajta modus operandihoz, egyfajta praktikus módszerhez szeretnék majd kiukadni, vagy kikristályosodni, amelyben a vonatkozásban bizonyos értelemben megelőzi az elméletet is. Ugye Fejér Dávid előadásában is elhangzott, hogy átfogalmaznám a kérdést úgy, hogy vajon miért van az, hogy ezek a nagy diskurzusok, elméleti a festészet lényegére vonatkozó diskurzusok elkerülik mondjuk Magyarországot, azonban itt nem az okokra szeretnék következtetni, hanem ezeknek a következményére fókuszálni, ami ugye azt is jelenti, hogy ez egyfajta szabadságot is jelent, ha nincsenek ilyen keretek, akkor szabadak a keretek tulajdonképpen, és inkább a lehetőségek felől próbálnám meg ezeket felvonultatni. Az is jól látható, hogy ez a színtér belülről, meg kívülről is mondjuk reflexió tárgyává teszi a festészetet, a festészet lehetséges rendeltetését az adott időszakban és a kultúrában betöltött szerepét, akkor számos olyan kiállítás foglalkozott már ezzel a szereppel, amelyben ez tematizálódott. Legelsőként ugye 80-as évekből frissen festve egy olyan kiállítás sorozat, amelyet Hegyi Lóránt kurátorságával, főként az ERSZ Múzeumban, nagyrészt az akkor formálódó új festészeti, mondjuk így, hogy trend képi alakításának a szándékával, ugye Kemény György plakátját láthatjuk, formálódott meg, és most persze nagy léptékben fogok majd ugrálni az időben, természetesen ilyennek tekintem az 1997-es műcsarnoki olajvászon nagy átfogó kiállítást és a hozzákapcsolódó katalógust, Lipcse jelenséget, amelyet ugye Magyarországon megmutatunk szintén a műcsarnokban. Ez annak az interior képe, de ugyanígy az itt megvalósult Luc Thoymans, illetve Borremansz kiállításokat, illetve kisebb kiállítások, amit a Trafo galériában egykor látható volt. Kedves festő, fessél nekem szívvel és értelemmel című kiállítást, amely nem nagy összegzőnek, azonban a festészet lehetséges pozícióit nagyon jól felvázolónak gondolom vagy tartom. De természetesen ne feledkezzünk meg róla, hogy mi az az alkalom, amelyhez ugye ez a szimpózium is kapcsolódik, és ez pedig nem más, mint Szűcs Attila egyéni kiállítása a Ludwig Múzeum termeiben, és ilyen vonatkozásban, személyében és képeiben többször vissza fog majd térni a következőkben. Rögtön egy plakátot láthatunk, magyar festőnőtől, bizonyára ismerik, vagy mindannyian ismeritek, ez ugye Nagy Kriszta egyik plakatív munkája, Szopjál Bébi, ha magyar művész vagy címmel. Jól látható, hogy mit ábrázol. Azon túl, hogy szinte banálisan egyszerűnek tűnik, mégis azt gondolom, hogy számos jelentést vagy jelentés réteget hordoz. Többet mond el magáról, mint amit saját magáról el szeretett volna mondani, azt gondolom. Ha megfigyelik, első pillantásra azt is mondhatnánk, hogy ez a maszkulin feminitás egyfajta karikatúra szerű ábrázolása. Miről szól nagy vonalakban az alkotó szándéka szerint? Természetesen arról, hogyha valaki Magyarországon, mondjuk nőnek születik és képzőművészetre adja a fejét, akkor eleve hátrányban van, ugye társadalom tagjaihoz képest. Vagyis akkor, hogyha érvényesülni szeretnél festőként Magyarországon, akkor természetesen
férfinak kell lenned, vagy valami ilyesminek legalábbis, és ráadásul, hogyha képzőművészetre adtad a fejed, akkor alapvetően festészettel kell, hogy foglalkozzál. Vagyis azt mondja ez a kép, vagy ez az összeállítás, hogy a festészet a magyarországi kortárs szintéren a legdominánsabb és a leginkább érvényesülésre lehetőséget adó lehetőség, tehát vagy ezt választ, ha jól akarsz járni, ráadásul nem is mindegy, hogy minek kell, hogy legyél, ugye? Hiszen ez a figura Szűcs Attila becenevét pirát tetováltatta magára, tehát légy pirával Magyarországon, és akkor igen, akkor olyan műfajt fogsz művelni, amely befuthat, érvényesülhet, jó lehet. Ez a látszólagos vagy direkt kritika mellett azért azt gondolom, hogy másodlagosan több mindenről szól ez a kép. Szól arról, amiről az előbb beszéltünk, vagy beszéltem, hogy tehát a festészet lehet az a legnépszerűbb közvetítő médium, amely kortárs képzőművészet termékeit közvetíti a nagy közönségnek és a szakmai közönségnek, illetve a fogyasztóknak, a vásárlóknak. Másfelől ugye ebben a férfi és a női alkotóknak a szerepéről is szól, de legalább ennyire szól arról is, hogy hogyan is zajlik a kanonizáció Magyarországon. Azt gondolom, hogy a kanonizáció intézményi és szakemberi területén kívül legalább annyira fontos momentum a képzőművészek, a kortárs képzőművészek közege. Tehát megfeszülhet bármilyen intézmény és szakmai közeg, hogy maguk az alkotók közössége informálisan nem ismeri el azt az alkotót, amelyet éppen kanonizálni szeretnének, akkor kiesik ebből a kanonizációs folyamatból. Ez a kép ugye pont az ellenkezőjéről szól, Pira abszolút kanonizálva van művészeti közegen belül, illetve a képzőművészek közegén belül és az intézményi hálón is. Magyarán, hogy ebben a vonatkozásban a festészetnek kiemelkedő szerepe van, vagy volt az elmúlt 20 évben Magyarországon is. Természetesen ugye Nagy Kriszta, aki kortárs festőművészként tételezni magát, egy nem festményalkotással próbálta meg ezt a legplakatívabban bemutatni, hanem alkalmazta ennek az eltérő vagy más médiumnak vagy műfajnak a szabályait, szabályrendszerét, míg aztán ugye napjainkban az elmúlt néhány évben rátalálta arra az univerzális témára, amely aztán mindent visz, szó szerint, képletesen és anyagilag is. Ez viszont megint csak egy érdekes jelenséget vet fel, hogy a festészet és festészet, a festett mű megítélése és elfogadása független, pontosabban nem független, annak szüzséjétől. Tehát létezik olyan univerzális téma, amellyel a festmény kilép a festményszerűségből, és univerzálisan kritizálhatatlanná válik. Illetve ugye, ha megpróbáljuk kritizálni, akkor Nagy Kriszta egy rugalmas világképpel visszatámad, és azt mondja, hogy ugye a magyar miniszterelnök az, aki őt megmenti világ összes bajától, tehát tulajdonképpen felülemelkedik és kibocsátkozik, szépen elmenekül ebből a diskurzusból, lehetetlen kritikával illetni tulajdonképpen ezt a hozzáállást. A mi szempontunkból, vagy azt gondolom az én szempontból érdekesnek tűnt megint csak egy régi dolog, ez ugye Kósa János egy korábbi képe, egy diópác, amely ugye a pihenő címet viseli, szintén közismert, azt gondolom, mindenfelé. És az érdekessége ugye, hogy egy Szent Jóbi Tamástól származó, mondjuk így oktatási anekdótát jelenít meg, vagy ábrázol, és ez pedig nem más, mint ugye az, hogy Napóleon katonái Moszkvából hazafelé térve Vilna alatt megállnak egy helyen, pihenőre lehevernek, kiverik pipájukból a dohányt, és, vagy a benne ragadt dohányt, és ugye ott találnak egy dolgot, vagy találnának egy dolgot, ami nem más, mint egy Honda motorkerékpár. Ugye ennek a sziluettje rajzolódik ki. Annyiban érdekes ez a történet, azt gondolom, a direkt megjelenítésen túl, hogy érzékelhetően nagyon plasztikussá teszi, vizualizálja az adott korszakban látható és láthatatlan dolgokat, paradigmákat, paradigmaváltásokat, azokat az átmeneti szituációkat, ami arról szól, hogy valami már nem érvényes, ott van az elkövetkezendő új, de még nem látjuk, nem vagyunk képesek érzékelni. Ugye ennek van egy mondjuk így, hogy ismeretelméleti vonatkozása is, azt is mondhatnánk erre, hogy mindazt a dolgot és tárgyat, amihez nincs észlelési hipotézisünk, nem vagyunk képesek érzékelni. Ugye valami olyasmi, amit Kant úgy fogalmaz meg, hogy amihez nincs a priori szemléleti formánk, az nem képes érzékelődni az ember számára, vagyis hogy a tárgyaknak kell alkalmazkodni a megismerő elméhez képest ahhoz, azzal a célra, hogy bekerüljenek a saját elménkbe. Én azt gondolom, hogy Kósának ez a felvetése sokkal inkább munkássága egyéb más termékeivel együtt azt mutatják, hogy hát tudatosan reflektál az alkotó vagy a festő arra, hogy valamilyen tendencia vagy irányváltozás történik közegében,
a kortárs festészet vagy a kortárs képzőművészet közegében ezt megpróbálja valamiféleképpen tematizálni, de nem túlzottan direkt formában természetesen. Egy másik ilyen érdekes hozzászólás képzőművészként az ugye Chuck Lozé, aki egy a BBC-nek adott interjúban arról beszélt, hogy mennyire fontos a 20. századi modern művészet történetében ugye a felismerhetőség, a saját kézjegy. Az egész 19-20. századi művészet története Chuck Lozé szerint arról szól, hogy valaki kortárs képzőművészként megtalálja azt az unikális kézjegyet, amelyről felismerhető, hogy ő Picasso, ő Duchamp. Ez nagyon nehéz olyan művek esetében, amelyek nem a hagyományos médiumokkal, festészettel foglalkoznak, ne adj Isten fényképezéssel és mással. Ezen belül egy ilyet kialakítani nem egyszerű történet, ezt gondolja Chuck Lozé az egyik legfontosabb vagy legérdekesebb tendenciának, akkor is, hogyha anakronisztikusnak vagy meghaladottnak tekintjük napjainkban ezt az érdekes tendenciát, vagy ezt az érdekes hozzáállást. És ez mennyire jól vagy érzékletesen reprezentálódik Birkás Ákos munkásságában, az ugye az, hogy míg korábban egy adott alkotó egész élettörténetében, életszakaszára jellemző, egy jól beazonosítható formája, egy kézjegy, amelyről tudjuk, hogy ő az, napjainkban kortárs képzőművészek, vagy az elmúlt 20-30-40 évben, ezt nem tartják meg ezt az élet hosszig tartó állandóságot, hanem ugye minél kisebb és szegmentáltabb szakaszokra bontják. Nagyon jó volt ez érzékelhető ennek a változása, vagy a fordulása Birkás Ákos munkásságán belül, aki ugye több más típusú munkája mellett évtizedeken keresztül készítette stilizált fej festményeit, majd aztán ugye szint kicsit visszatérve korábbi látványelvű vagy ábrázoló festményeihez, ahhoz képest radikálisan más, sokkal inkább realisztikusabb képeket kezdett el festeni, illetve megvan ennek az átmenetnek és tulajdonképpen a dokumentációja, sőt egy térbe helyezve az absztraktként felfogott fejformát, a tényleges fejjel, nagyon érdekes összefüggések, nagyon érdekes váltás, léptékváltás, tranzitum, átmenetiség ábrázolódik, ugye valami olyasmi, amelyről feltételeztük, vagy feltételeztem, hogy Kósa János ezt akár ösztönösen, akár más formában ki tudta fejezni saját művei, vagy saját alkotásai segítségével. Ő az egyébként Kósa, aki még a 90-es évek végén ráült arra az irányvonalra, amely valami olyasmiből indult ki, Bojár Iván András egyik kritikájából, amely arról szólt, hogy létezik-e, létezhet-e Magyarországon belül Budapesten saját festői iskola, budapesti iskola nevezte így. Ez ugye nyilvánvalóan akkor lenne lehetséges, hogyha nem ennyire összetett sokrétű, hanem sokkal inkább homogénebb művészeti közeg, vagy festészeti közeg lett volna Budapesten. És még egy más tényező eset, vagy több más tényező is fontos lett volna ennek az eléréséhez. A példák, amelyek mondjuk Birkás Ákoson keresztül kapcsolódnak Lipcséhez, az ugye az, hogy Lipcsében az új Lipcse, vagy újnak nevezett Lipcse iskola, itt a néhány képviselőit látjuk, zárójelben hozzátéve azt, hogy ők saját magukat nem tételezik iskolának, és nem tételezik új Lipcse iskolának, ugye hidegverést kapnak ettől az egész történettől, mégis itt Lipcsében, a Spinneráiban összeálltak egy ilyen fotó erejéig, és ugye azt mutatja, hogy a helyi tradíció, akármennyire is elfogadjuk vagy elvetjük, komolyan kell ahhoz vennünk valamit, hogy el tudjuk hajtani. Ugye, mint a létra Wittgenstein hasonlatában, ahhoz, hogy elhajítsuk, már túl kell haladnunk rajta, és valamiféle szerszámként vagy eszközként kell használni. Tehát ahhoz komolyan kell venni a tradíciót, ahhoz, hogy kritizálni tudjuk. Ilyenek lokálisan megvalósultak Lipcsében, Dresdában, Glasgowban és máshol, de Kósa szerint Budapesten természetesen nem. Itt látható az előbbi helyszín vagy színtér, az ide kiköltözött galériák, az új lipcsei iskolának teret adó galériák helyszíne, ugye ez a Bamvol Spinneráj Lipcsében, az egykori textilmanufaktúra épületében vagy helyén. Az előbb említettem, azt hiszem 2008-ban a Budapesten megvalósított Lipcse jelenség kiállítást, amely értelemszerűen innen szívta fő erejét, de érdekes módon egy nagyon aktív funktornak bizonyult, ugyanis Budapesten is bemutattuk többek között Ulf Puder munkáit, amelyet a Magyar Állami Operaház egyik díszlet tervezője és rendezője is látott, és a fent látható, ugye két kép vagy festményből kiindulva, motivumokat átemelve Magyarországon megvalósított, mondjuk így, hogy kortárs opera, Nabucco, illetve más operáknak a díszletét alkotta meg Ulf Puder festményeiből. Mondhatjuk azt, hogy közvetlen festészeti termelő erőként bizonyulva ebben a közegben.
következőkben igazából csak néhány, mondjuk így, hogy felvillantott momentum arra vonatkozóan, hogy noha ez a magyarországi kortárs festészeti szintér eléggé összetett és széles körű, ugye korábban Áron és mások előadásában már lehetett látni, főként az absztrakt képek vonatkozásában azt a technikai vagy mediális összetettséget, amely jellemzi ezeket a képeket vagy festményeket, ugye festészet vagy festmény a festmény mellett, festménye még ez vagy az, ezen a ponton radikálisan túlhaladva, a maga praxisából kiindulva egészen eltérő anyagokkal és művészeti technikákkal vagy médiumokkal láthatóak a következő alkotások. Természetesen ismerősek lehetnek, hiszen már korábban láthattátok ezeknek a képeknek egy részét, igazából csak ez a mediális spektrumnak a széthúzottságát vagy összetettségét próbáltam volna érzékeltetni ezekkel a képekkel. Ezen belül mondjuk az előbbiekről ugye már volt szó, vagy az előbbi alkotókról, itt most csak annyiban érdekes lehet Keresztesi Botonnak ez a munkája, hogy a munkáinak ez a köre, amelyek mint láthatóak, szintén művészeti vagy művészettörténeti ihletettségtől vezéreltek, itt látható Vermeer képe vagy néhány képén az interjőr belsőjében alul végig futó csempe, sor vagy sáv, amelyből önálló motivumot képezve, kortárs mondjuk így, hogy témákkal feljavítva vagy megspékelve hoz létre önálló alkotásokat. Tehát itt is egy korábbi festészeti kép vagy annak egy részlete vált inspiráló momentummá. Vagy pedig a képek összetettségével, összeépítettségével, installáció, kollázs és montázs elven alakuló különböző technikák alkalmazásával Kores Eszter alkotása. Viszonylag hagyományosnak tűnik vagy tűnhet természeti vagy városi tájkép ábrázolása egyszerű technikák vagy technológiák segítségével, itt Török Judit egy képét láthatják vagy láthatjátok, azonban ha megnézzük ennek az előállítási módját, akkor észrevehető, hogy a hagyományos pigmentkeverés helyett különböző anyagok, papír, vászon és mások felragasztásával hozza létre ezeket az absztrakt vagy félig absztrakt felületeket, tehát igazából nem mondható azt, hogy továbbra is mondjuk így, hogy a festékek kenésével hoznánk egyszerűen csak létre festményeket, és mégis érvényesek ezek az állítások. Miről is szólnak bizonyos állítások? Az egyik alapállítása, ugye visszatérve arra a kérdésre, hogy vajon ezek a festészeti diskurzusok, amelyek az egyetemes képzőművészetben vannak, léteznek, ezek mennyire érintik, vagy mennyiben érintik Magyarországot, ez érdemes elgondolkodni, de nem is mondom ennek az aktualitását, vagy az időszerűségét, vagy az érvényességét tekintve, hanem ennek a szabadságformáját nézve, ugyanis azt gondolom, hogy ahol nincs, vagy nem annyira erős az elmélet, ott a gyakorlat ebben a résbe benyomul, picit igen azt gondolom, hogy Magyarország, vagy a magyar szintér is, és a magam számára munkahipotézisként azt feltételezem, hogy azt feltételeztem, hogy a magyarországi festészeti eljárások két szélső pontban határozhatók meg, tehát valamit ilyen csúszkával kéne ábrázolnunk, és az egyik az mondjuk az, amely azt mondja, hogy a festmények azok tulajdonképpen formai műhely problémák, kérdések és munkáknak az eredménye, a másik pedig a tartalmi jelentésességet egyértelműen külső tényezőkre vezeti vissza. Tehát a baloldali kép, itt ugyanarról az alkotóról van szó, ugye, Birkás Ákos, mondjuk így, hogy kicsit formalistább vagy absztraktabb fej, képe vagy ábrázolása. Azt mondja, hogy ott a létrejötte, hogy saját, hogy ennek a festménynek a létrejöttének a létok a saját maga, a festményen belül kereshető, a jobb oldali kép pedig azt mondja, hogy ennek a létoka saját maga létrejöttének az oka, az valami külső eseményben, eseménytörténetben, narratívában másképpen keresendő. Hogy ki hova helyezi el magát ezen a téren, a személyes döntés kérdése minden esetre, biztos, hogy ezt megelőzi egy belső kérdéssor, amit feltesz magának az alkotó, és így következik ugye ebből a furcsa bokfencből az, hogy az elmélet helyébe benyomul a gyakorlat, vagyis azt mondhatjuk, hogy a művészi vagy a festészeti modus operandi Magyarországon ez kevésbé teoretikusan megalapozott, hanem inkább a művészeti praxisból indul ki. Csak hogy ezt az ellentétet vagy ellentmondást oldjuk, az előző csúszkán gondolkodva, most kicsit más alkotóval vagy alkotókkal megspékelve, részint ugye szabadon, hiszen már nem tiltakozhatnak, részint pedig van, amelyikük itt van. Ilyen Bullás József, azt gondolom, tehát, hogy neveket vagy alkotói tendenciákat, alkotói szemléleteket lehet hozzárendelni ehhez a két ponthoz. Nekem egy picit az itt helyet foglaló Bullás Józsefé, ő testesíteni még a baloldali, tehát amelyben azt mondja, hogy igazából a festmény saját létrejöttének önön létoka, vagyis, hogy saját maga létrehozásának a folyamatában rejlik. Minden művészeti kérdés, az tulajdonképpen ilyen belső műhely probléma,
míg a jobboldali képbirkáságos egyik új festménye azt mondja, hogy a festmény ennek referenciája rajta kívül helyezkedik el valami máson, valami kulturális jelenségen. És ez a kettőség, ez a dihotómia viszonylag feloldhatatlannak tűnt már visszamenőleg évekre vagy évtizedekre, legalábbis mi lehet ennek a feloldása, és akkor jött az akkor még élő Elkazovszky, aki ugyanezen a kérdésen elgondolkodva szinte átvágta ezt a Gordiuszi csomót, mert azt mondta, hát ez tök mindegy, mind a kettő egyszerűen csak egy rács, optikai rács, nem az a fontos a képben vagy a festményben, hogy hogyan jöjjön létre, mit ábrázol, milyen reprezentációs keretet hoz létre és miben mozog, hanem egyszerűen azt számít, hogy ez csak egy külső megjelenési forma, az igazi tartalmat nem ebben a dologban kell keresnünk, állítja, vagy állította legalábbis Elkazovszky. Szóval igazából ez egy felvezetése ennek a dihotóm, mondjuk így, hogy tipródásnak, vagy kétkedésnek, vagy kettőségnek. Nem tudom igazából természetesen, vagy nem állítom azt természetesen, hogy ezzel utána járt bárki is, vagy bármi az előadás ebben a formájában biztosan nem ennek a kettőségnek, vagy ennek az alkotói stratégia dihotómiának. Minden esetre érdekes lehet Elkazovszky féle felfogás, amennyiben ez a kettőség nem azzal a szándéka hozta létre, hogy meghaladja, hanem egyszerűen csak egy érdekes értelmezési javaslatot adott rá, vagy lehetőséget kínált erre az egészre. Minden esetre, ha magyarországi festészeti szintér elmúlt 20 évére gondolunk, vagy gondolnak vissza, amiben az előbb jelzett állomások, vagy mérföldkövek így egyfajta önreflektív összegzésnek foghatók fel, akkor azt gondolom, hogy ezen belül bármiféle teorémának az előtérbe helyezése nagyon nehezen lenne megvalósítható, sokkal inkább művészeti praxisból, gyakorlatból, mint alkotói módszerből, mint modus operandiból lehetne igazából kiindulni javaslatként. Tehát az itt előbb látottak alapján azt gondolom, hogy ezek csak értelmezési javaslatok kívántak lenni erre a mai alkalomra. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet!